Szerelem angyala Jós kártyából hoztam most egy kirakást, ami nagyon sokat segíthet, természetesen más kártyából is elkészítheted, de én most ebből hoztam egy üzenetet a számodra. 3 lap lesz. Az első a kapcsolat jelene, a második a feladat a számodra, hogy mit tehetsz, hogy ez a kapcsolat még jobb legyen. És a harmadik pedig, hogy mi várható a közeljövőben. Az első lap a jelenről szól, ugye itt mutatja is egy kibékülést, amikor a múltból valaki visszatér, tehát olyan helyzetre utal, ahol voltak nehézségek, és újra elindul ez a kapcsolat, és egy nagyon pozitív időszak az, ami következik. A második lap a feladat a számodra, hogy engedd el a volt partnered. Itt erre egyrészt utalt arra, hogyha volt közben partnered, vagy valami érzelmi ügyed, akkor azt engedd el. Illetve utalt arra, hogy ezzel a férfival, akiről itt szó volt az első lapnál, esetleg lehetnek régi sérelmek, amit ideje lesz megbocsájtanod. Tehát engedd el ezeket a sérelmeket, hogy fel tudjon szabadulni ez az energia. A harmadik pedig a jövőre vonatkozik, a hív be a lelki társadat, ami arra utal, hogy a lélektársi szinten is tudsz majd kapcsolódni ehhez a partnerhez, tehát meg tudjátok találni azt az összhangot, ami majd ki tud teljesedni a jövőben. Itt azért nagyon fontos, hogy legyen nyitott erre a dologra, talán ezért is fontos az elengedés, legalábbis a sérelmek elengedése, és fogadd el az angyalok segítségét itt is, hogy a mögötte áll az angyal, miközben ő kiér. Tehát nagyon fontos, hogy legyél olyan nyitott, hogy ne te akard irányítani ezeket a dolgokat, hanem fogadd el ezt az angyali segítséget, és számíts arra, hogy a lelki társad, vagy legalábbis ugye, lelki szinten tudsz majd kapcsolódni, és ebből fog tudni majd elindulni egy hosszú távú párkapcsolat. Hát sok sikert ez a kapcsolathoz, és ha tetszett, akkor oszd meg ezt a videót, illetve iratkozz fel a csatornára, és megtalálsz még az Instagramon és a Facebookon is Tarósuk Tobó néven.